Tisztelettel köszöntünk mindenkit, a Balatonfüredés természetesen nem csak a füredi, hanem az ide látogató turisták és kívülről érkezett személyeket is. A miniszterelnökség sátránál, nem tudom, hogy a hangerő megfelelő, hogy elmenjen abba az irányba. Szeretnénk vendégül látni azokat az érdeklődőket, akik kíváncsiak arra, hogy az elmúlt időszakban, mondjuk 2014-től 2020-ig milyen fejlesztések valósultak, valósulhattak meg Európai Uniós források, magyar költségvetési forrásokkal kiegészítve eredményeként. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program volt hivatott az elmúlt 7 évben segíteni Magyarországon a gazdasági tevékenységeket és innovációs tevékenységeket, nem csak vállalkozások számára, hanem akár önkormányzatok vagy önkormányzatokkal közösen társulásra lévő, akár konzorciumi formában megjelenő szervezetek számára is, de akár egyesületek, társadalmi célú vállalkozások is részesülhettek támogatásban. Mintegy 3200 milliárd forint állt rendelkezésre 2014 és 2020 között arra, abból a célból, hogy pályázzanak rá minél többen Magyarországon és fejlődjön a magyar gazdaság, és olyan szintű lendületet kapjanak a magyar vállalkozások ezekből a támogatásokból, amellyel saját erőből, saját lábukon is meg tudnak állni, és minél közelebb kerülhetnek akár a nagyobb multinacionális vállalatokhoz, olyan nagyvállalatokhoz, Magyarországon, magyar tulajdonú vállalatok. Ezekről szeretnénk beszélgetni, illetve beszélni önöknek, az érdeklődőknek, azzal a fókusszal, hogy a Balatont érintő fejlesztéseket vennénk górcső alá, ezen belül is elsősorban Balatonfüredről beszélnénk. Szerencsés helyzetben vagyunk, ugyanis Bóka István, mint vendéglátónk, Balatonfüred polgármestere itt ül az asztalnál, és vele beszélgethetünk, és a helyzetünk abszolút szerencsés, mert Ágostházi Szabolcs államtitkár úr is itt van velünk, aki az ITM, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, vagy miniszterelnökség, ilyen volt ITM, miniszterelnökség államtitkára, és az Európai Uniós fejlesztésekért felelős. Na most ugye hallhatták, hogy Európai Uniós támogatásokról beszéltem, és Európai Uniós fejlesztésekről. Tehát akkor, ha államtitkár urat üdvözölhetjük itt körünkben, akkor valószínűleg el tud nekünk mondani olyan dolgokat, nem titkokat, de mindenképpen terveket, amelyek akár a jövőre is vonatkozhatnak, a jövőre is mutathatnak. Én eddig beszéltem 2014 és 2020-as közötti időszakról, fejlesztési időszakról, de már 2021-et írunk, elkezdődött egy új programozási időszak, megjelent a GINOP Plus, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plus elnevezésű, ugyancsak gazdaságfejlesztés célzó OP, hogy ezzel kapcsolatban milyen elképzelések vannak, és milyen lehetőségek állnak akár Balatonfüred előtt, vagy akár a turisztikában, a turizmusban érintett önkormányzatok előtt, ezekre is szeretnénk kitérni tehát a beszélgetésben. Úgyhogy én nagyon szeretném kérni önöket, hogy ha a téma felkeltette az érdeklődésüket, maradjanak velünk és hallgassák meg a következő, mint egy 25 perces beszélgetést. Ha kitartóak lesznek, és végig nagyon nagy figyelemmel követik a beszélgetést, azt nem mondom, hogy kérdéseket is kapnak majd a záró programként, azonban kocintásra, borkóstolóra mindenképpen vendégül látjuk önöket, tehát utána már egy-egy korty, egy-egy pohár bor mellett is lehet tovább beszélgetni mindazokról, amit itt hallani fognak, amit hallhattak, és hát amit majd látnak is. Nos, hát én azt gondolom, hogy ez a néhány felvezető gondolat elég volt ahhoz, hogy az érdeklődést felkeltsük, és aki erre járt és meghallotta a hangomat, esetleg ide jöjjön még a sátor elé, és akkor elkezdhessük a beszélgetést. Leülök én is, és hozzá is kezdünk, ugye. Tehát ahogy mondtam, mindenképpen szeretnénk kitérni arra a beszélgetésben, hogy az elmúlt időszak 2014 és 2020 között a Magyarországon megjelenő uniós források, amihez nem győzöm hangsúlyozni, a magyar állam, a magyar költségvetés nagyon jelentős kiegészítő forrásokat tett, milyen eredményeket hozott a Balatonra, a balatoni térségre, ezen belül pedig Balatonfüredre. Államtitkár úr, ha megenged, először polgármesterről szeretném megkérdezni, és tényleg így belevágva a közepébe. Ő miként látja, mint a város polgármester, milyen lehetőségek voltak, és ezeket a lehetőségeket ki tudták-e használni, elérték-e azokat a forrásokat, amelyek megjelentek 2014 és 2020 között? Tisztelt államtitkár úr, hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntök mindenkit. Én
Én nagyon-nagyon picit szeretnék valahol a 2014-2020-as uniós ciklus majdnem elejére visszamenni. Jelesül 2015-ben, aztán a 2015-ös kormányhatározatot visszavonták, és 2016-ban kiadásra került egy kormányhatározat, amit Balatoni programnak nevezünk. Ilyen előtte még nem volt. Ez több mint 300 milliárd forint hazai és uniós forrást dedikált a Balaton régió fejlesztésére. Most az elmúlt 7 éves ciklusban mondhatjuk azt, hogy a Balaton kiemelt üdülőkörzet területén az egy Balaton régióra eső lakos tekintetében a Balaton régió messze az országos átlag fölött teljesített. Eddig mindig országos átlag alatt voltunk. Ebben az elmúlt 7 éves uniós ciklusban, tehát 14 év után pedig a Balaton régió országos átlag fölött teljesített. Az uniós források mellett nagyon jelentős hazai forrás is volt dedikálva ebben a programban. A Balatonfejlesztési Tanács szinte minden tanácsülésen értékeli ezeket a számokat, a beadott pályázatokat, az elnyert forrásokat és a lehívott támogatásokat, és azt látjuk, hogy messze a balatoni kormányhatározatban rögzített forrásokon túlmenő pályázati aktivitás, elnyert támogatási összeg és realizált támogatási összeg jellemzi a Balaton régiót minden területen, így a GINOP-os források kapcsán is. És az egyéb hazai forrásokról pedig nem is beszéltem, amik a kisföldi program, turizmusfejlesztési programjai kapcsán értek a Balatonhoz. Azon belül, hogyha megnézzük a balatoni kormányhatározat forrásait, és a turisztikai forrásokra koncentrálunk, ez két kalapból ment a GINOP turizmusfejlesztési forrásából, eredetileg egy 108 milliárd forintos forrás volt, és a megyei területi operatív programoknak a turisztikai fejlesztési forrásait, hogyha nézzük, akkor azt tudjuk elmondani, hogy Balatonfüred, különösen a GINOP-os turizmusfejlesztési források kapcsán messze a nyertesek közé került, amiért nagyon hálásak vagyunk, és szerintem ezeket a fejlesztési forrásokat én azt gondolom, hogyha konkretizálni fogjuk, és szó lesz majd ezekről, akkor azt gondolom, hogy a város javát fogják szolgálni. Hogy ezek milyen eredményt hoztak, azt nagyon nehéz most még megjósolni. Szerintem Balatonfüred számára, meg a Balaton régió számára nagyon jelentős fejlesztések. Ne felejtsük el, hogy 2020 és 2021 a pandémiáról szólt, és ezek a programok 19, 20, 21, 22, sőt, vannak, amik 2023 elején fognak realizálódni és megvalósítani, de egy nagyon jelentős kitörési pontot jelentenek a régiónak is, és magának a városnak is. Ezeket hallva érdemes volt tehát a GINOP-ba, a Gazdaságfejlesztési Innovációs Operatív Programba beleilleszteni a turisztikai prioritást, ami azért nem volt egy egyszerű történet, hiszen nehéz volt az ügyben előre mozdulni, hogy miként lehet egy turisztikai fejlesztés, akár a gazdasághoz hozzá kapcsolható történet. Államtitkár úr, gondolom nem csak Balatonfüred, a balatoni régió, hanem az ország több területének fejlesztéseivel is tisztában, illetve hát látja, hogy milyen eredmények valósultak meg. Így visszatekintve az elmúlt időszakra, mit lát, valóban érdemes volt-e küzdeni a turizmus prioritásért, és érdemes volt-e ezeket a forrásokat beletenni ebbe a kalapba? Hogyan hasznosították az érdeklődők ezeket? Jó estét kívánok én is mindenkinek, és nagyon örülök, hogy itt lehetünk Balatonfüreden. Köszönjük polgármester úrnak a meghívását, és remélem, hogy nem csak itt a beszélgetésen, de majd a borkóstolón is fogunk tudni egymással beszélgetni. Megpróbálok megfelelni a kérdésekre, viszont egy kicsit tágabb kontextusból kezdeném. Ha a Balatonról beszélünk, akkor nem csak a turisztikai fejlesztéseket érdemes számba venni, mert a Balaton, bár az ország leginkább kiemelkedő turisztikai régiója, azért ez mégis egy élőhely alapvetően. Tehát itt 12 hónapon át a helyi emberek mellett jelennek csak meg a turisták, és egy olyan közös fejlesztést kell végrehajtani, amiben a Balatonfejlesztési Tanács egyébként kiemelkedő partnere a kormánynak, és ebben nagyon-nagyon sok segítséget kapunk mi is, hogy a helyi lakosok, helyi emberek és az ide érkező turisták együttélése hogyan valósulhat meg
egymás örömére tulajdonképpen 12 hónapon keresztül. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a Magyarországon a belföldi eltöltött szállási éjszakák, tehát a belföldi turizmusnak a 40%-a ez a Balaton partján, a Balaton körül realizálódik. Tehát mindenképpen kiemelkedő, és ez azt is jelenti, hogy nem csak a gazdaságfejlesztési forrásokból, de akár az infrastruktúra fejlesztési forrásokból is úgy kell készülnünk, eddig is így tettük, és a következő időszakban még hatványozottabban fogunk így tenni, hogy ezt a most egyre hosszabb időn át, de egy 4-5-6 hónapon keresztül igazán megjelenő extra terhelést, amit itt a Balaton környékén tapasztalhatnak az itt élők is, ezt úgy tudjuk kihasználni, hogy ezzel mindenki jól járjon. Ennek egyik jele akár csak az északi parti vasútnak az elektrifikálása, vagy a régiónak a kiszélesítés, amikor abban gondolkodunk, hogy akár Veszprémmel, mint közeli nagyvárossal együtt gondolunk, mint ilyen rekreációs, kulturális térre Balatonfüredre is. Tehát ha ezekben az aspektusokban nézzük Somogy és Zala megyékkel együtt, akkor országos szinten bizton állíthatjuk, hogy ez tulajdonképpen egy fontos kulturális és turisztikai központ. Az előző időszakhoz képest nem csak az uniós, hanem a nemzeti források is jelentősen bővülnek. Míg 2010 környékén nagyjából abban a helyzetben voltunk, hogy azt tudott fejleszteni, akinek volt uniós támogatási szerződése. Ez ma már úgy néz ki, hogy a hazai fejlesztési források, amit az országon belül uniós forrásként felhasználunk, annak évente több mint a másfélszeresét már képes a nemzeti költségvetés is hozzátenni. Tehát akkor, amikor fejlesztéspolitikáról beszélgetünk, akkor az uniós támogatások mellett most már ezt nem szabad elfelejteni, hogy az annál sokkal dinamikusabban költhető hazai pénzek is megjelentek. Ezt a kettőt harmóniában kell kezelnünk, tehát egy fejlesztés politikánk van, amiben a célok egyeznek az uniós célokra, az uniós zászló mellett finanszírozunk partnerségben, egyébként pedig a kormánynak a 9-10 kiemelt nemzeti stratégiai célját valósítjuk meg itt is. Ha a következő évekről beszélünk, akkor én azt látom, hogy továbbra is a turisztikai fejlesztésekben nagy jövő áll a Balaton előtt. Kiemelten ennek az egyik központja ugye a Balatonfüred, tehát itt is nagyon sok támogatás meg fog jelenni. Infrastruktúra fejlesztések ugyanígy, és ha kicsit a kulturális vizekre is evezhetünk, akkor a 23-as Veszprém kulturális főváros is jelentős fejlődést fog hozni erre a vidékre. Azok az összesítések, amit itt már a beszélgető partnereim említettek, még azzal egészíteném ki, hogy itt a környező három megyébe, a Balaton környéki területekre közel 500 milliárd forint érkezett 2014 óta. És ez azért példátlan. Tehát mindannyiunknak a felelőssége az, hogy ezt a lehető legokosabban használjuk fel, és ebben külön köszönet a polgármester úrnak, aki a fejlesztési tanácsnak az elnöke, aki egyrészt partnerként, másrészt ösztönzőként is hat ránk, hogy soha meg ne tudjunk feledkezni a balatoni régióról. Polgármester úr, amikor Balatonfüred különböző fejlesztendő területeit számba vették, és akár sorolták is, priorizálták, akkor találkozva a támogatási lehetőségekkel nehéz dolguk volt-e megtalálni a megfelelő területhez a megfelelő forrást? Voltak-e megfelelő felhívások, voltak-e megfelelő programok, amelyekhez kapcsolódni tudtak? Tehát ez könnyítette az önök dolgát? Esetleg bele is tudtak szólni, mint szakma, hogy milyen irányba mozduljanak ezek a források, vagy nehézségekkel találkoztak? Nagyon széles az állami fejlesztéspolitikának a tára, és nagyon, nagyon széles az uniós forrásoknak is a tára. Tehát lehetne EFOP-ról, IKOP-ról beszélni. Tehát, hogy a GINOP-nál maradunk, és azon belül a GINOP-nak, meg a TOP-nak a turizmus fejlesztési forrásairól, mert mindegyikről lehetne órákat beszélni. Tehát valamilyen módon szűkíteni kell a beszélgetés tárgyát. Akkor én azt látom, hogy a 14-20-as program, a balatoni program kidolgozása kapcsán egyértelműen egy konstruktív párbeszédre épült, én azt látom. Alapvetően, amikor legelőször elolvastam a GINOP turizmusfejlesztési programját, ami azt hiszem ilyen 108 milliárd forintos
forrásról lett, vagy forrással lett betervezve, akkor szerintem egyből lehetett érzékelni és értékelni azt, hogy hát hoppá, ezt a Balatonra, de leginkább Balatonfüredre szabták. Tehát nem volt olyan eleme ennek a programnak, amire nem mondta volna azt az embert, hogy hát itt lehetőségünk van, és itt keresnivalónk van. Egy picit tágítva a lehetőségeket, itt mozgásterünk van. Hát elmondom ezeket a prioritásokat, a GINOP 7-es, ugye úgy szoktuk nevezni. Elmondom ezeket a fő hívó szavakat, és például aktív turizmus. De aktív turizmusnál egyértelműen látszódott, hogy a Vitorlásszövetség és a Kajakkenu Szövetséggel összefogva nagyon jelentős kikötőfejlesztést tudunk megvalósítani. És hát 2 milliárd forint értékű kikötőfejlesztés szárazulattal zajlik a kemping területén. Balatonfüred azt gondolom, hogy egyszer s mindenkorra a balatoni vitorlázás meghatározó települése lesz, mert ez a vitorlás turizmusnak egy óriási bázisa, és a kajak, tehát a nyílt vízi kajakozás egy olyan bázisa jön létre, amit nem lehet innen elvinni, és nem lehet máshová tenni. Gyógyüdülőhely fejlesztés. Balatonfüred gyógyüdülőhely. Tehát azon 20-valamennyi településnek vagyunk a tagjai, akik ezzel a minősítéssel rendelkeznek. Bár ugyan klasszikus gyógyfürdőnk nincsen, de a savanyú víznek köszönhetően mégis ezzel a minősítéssel rendelkezünk. És hát a gyógyhelyes pályázatban mindent lehetett fejleszteni, ami nem szálláshely és nem fürdőfejlesztés. És ezen gyógyhelyfejlesztés tekintetében tudtuk megvalósítani azt a turisztikai attrakciót, ami reményeink szerint egész éves attrakciót fog jelenteni. A mélygárás fölötti galériák, vendéglátóhelyek, sétány, zöld terület, télen pedig a jégpálya, tehát a szabadtéri jégpálya megvalósítása. Tehát teljesen adta magát, hogy nekünk itten szerepünk van. Világörökség várományosi helyszínek. Hát szintén adta, hogy Balatonfüred bizonyos része, különösen ez a műemléki jelentőségű terület, ahol most is vagyunk, az több más északi parti településsel egyetemben, 7 településsel egyetemben egy világörökség várományosi pályázatot tud benyújtani a GINOP-ra, hiszen ez egy önálló, dedikált forrás van, és ugye ebből fog megvalósulni a Szívkórház mögötti Eszterházi villának a felújítása, mint világörökségi helyszín. Egy nagyon komoly látogató központtal, aki volt Gyulán már a Gyulai Almási Múzeumban, az nagyjából el tudja képzelni, hogy milyen attrakció vár majd ránk valamikor jövő nyáron, amikor a látogató központ és maga a kastély villa épület, mint műemléki épület, az meg fog valósulni. Aktív turizmus szintén kerékpározás, tehát a Balatoni Bringa körút megújítása, Tihanyimi útnak a megújítása, Gelmering utca megújítása, a Balatoni Bringa kor füredi szakaszának a megújítása, egy 3 megyét összefogó, a Balaton felvidéket magába foglaló kerékpáros projekt 1,2 milliárd forintból, ami szintén ennek az eleme, akkor van egy önálló sor, hogy nemzeti parkoknak a támogatása, a nemzeti parkoknak a turisztikai fejlesztése, és hát a Lóci Látogatóközpont a nemzeti parki beruházás kapcsán ebből újult meg. Tehát gyakorlatilag a GINOP 7-es turisztikai prioritás kapcsán nincs olyan sor, amiben Balatonfüred valamilyen módon ne tudta volna pozícionálni magát, és ne tudta volna fölépíteni magát, és ne tudott volna, hála Istennek, pályázni. És hát, hogyha majd lesz lehetőség, akkor a GINOP Plus, tehát a 20 utáni következő 7 éves uniós ciklus tekintetében is mondom majd a város véleményét, ha erre lehetőséget kapok. Hát majd államtitkár úr, megnézzük, hogy milyen lehetőséget ad a kitekintésre. Átvette a mikrofont, hozzá szeretne fűzni valamit, vagy legyen kérdésem? Jó. Fűzze csak hozzá nyugodtan, utána én felteszem a kérdésemet. Jó. Polgármester úr belekezdett a gyógyhely, gyógyfürdő fejlesztési témába, és rátapintott egy olyan területre, ami a következő időszakban kulcsprojekt lesz. 3 olyan nagy téma van a turisztikai fejlesztések körében, amit az uniós forrásokból fog támogatni a kormány. Lesz, tehát a már emlegetett új GINOP programból egy ilyen 330 milliárd forint környékén szánunk majd országosan turizmusra.
és ebből nagyjából 150-et gyógyfürdőfejlesztésre, gyógyhelyfejlesztésre. Az, hogy pontosan ezek hol lesznek az országban hálózatosan kialakítva, ez még tervezés alatt van, nem csak rajtunk múlik, ezt még az Európai Bizottsággal is kell egyeztetnünk. Itt úgy tudom, hogy Balatonfüred is aspirál további lehetőségekre, amiben mi természetesen partnerek leszünk. A második ilyen terület az a Nemzeti Kastély és Vár programnak a folytatása. Ez egy azért szerelemprojekt, hogyha úgy tetszik a miniszterelnökség részéről. Ezek tipikusan olyan turisztikai attrakciók, amelyek az országban szanaszét a kulturális örökségünk, a történelmünk részesei ezek a helyszínek. És még mindig nagyon sok van ezek között, amely még elhanyagolt, lepusztult állapotban van, még akkor is, hogyha már vannak ezek között sikertörténetek, ha csak az ország másik szegletéből Füzért említem, remélem, hogy már többen jártak ott, az egy kifejezett ékszerdoboz lett az elmúlt években. Nagyon reméljük, hogy az összes többi helyszín is meg tud hasonlóan újulni. A harmadik terület pedig a már szintén említett aktív turizmus, ez pedig alapvetően a hátizsákos hazai turistáknak jelent hatalmas lehetőségeket, akár a Tiszamentén, akár a Balatonnál, a Kisalföldön, Fertőtónál. Tehát itt mind olyan egész országos hálózatban gondolkodó fejlesztések vannak, amelyek hogy nem a Balaton környékén is szükségszerűen, miután az emberek nagy számban jönnek ide, és kiváló természeti lehetőségek vannak, egész biztosan meg fog jelenni. Tehát ne csak a GINO programok gondoljuk akkor, hogyha turisztika, a területi operatív programban a megyék döntési jogkörébe adtunk nagyon jelentős, sok tízmilliárdos forrásokat, hogy ha nem is az országos logika alapján fontos turisztikai fejlesztésekben gondolkodnak, akkor megmondják nekünk azt, hogy nekik helyben mi a fontos. Ezeket csak a megyékkel, a megyei vezetésekkel, a helyi városokkal közösen fogjuk tudni kiválasztani. Úgyhogy tulajdonképpen ha úgy tetszik, akkor a turisztikai fejlesztések a legdemokratikusabban elosztott fejlesztések között lesznek a következő időben is. Polgármester úr, hogyha az egyébként is sejthető, és az ön által elmondott szavakból már tudható is, hogy ugrásra készen várják tulajdonképpen az új programozási időszakban megjelenő OP-kat és az ottani forrás lehetőségeket. De én azt gondolom, és kérünk ebbe segítsen a hallgatóságnak is, nem elég az, hogy sorra veszik, hogy milyen fejlesztési igények vannak. Ehhez mit kell még megmozgatnia egy önkormányzatnak, egy fejlesztési tanácsnak, milyen infrastruktúrát, milyen humántőkét, tehát hogyan tudnak felkészülni arra, hogy megfelelően és jól le tudják hívni ezeket a forrásokat és megvalósítsák. Nagy nehézséget okoz ez egy önkormányzat számára, vagy már van egy olyan rutin, amivel ezeket meg tudják oldani, ezeket a feladatokat? Szerintem van egy rutin, egy kialakult rendszer, egy kialakult eljárásrend. Nem azt mondom, hogy ez könnyű megvalósítani, de azt gondolom, hogy az a humán erőforrás a hivatalnál, meg a hivatal körül lévő intézményeknél megvan, amivel meg tudjuk ugrani ezeket a feladatokat. Egyre nehezebb egyébként egy pályázatot megvalósítani, tehát amikor a projektzárás megvan, gondolok itt az építőipar helyzetére, az áremelkedések hatására, rengeteg programot gyakorlatilag több alkalommal szinte újra kell tervezni. Még 5-6-7 évvel ezelőtt teljesen egyértelmű és kiszámítható volt, hogyha mondjuk én 1000 négyzetméter épületet meg akarok építeni, akkor az nagyjából egészében az milyen összeget fog hozni. Ma már ez nem megmondható. Ma például egy hazai forrásból megvalósuló kempinges fejlesztésünk kapcsán volt, illetve tegnap volt egy borítékbontás, és ugyanaz a műszaki tartalom 5 építőipari vállalkozó tollából a 720 millió és az 1,8 milliárd forint közötti összeg között szórt, és most mondja meg az ember, hogy merre menjen el, és merre induljon el, és mi a jó tipp, és mi a jó megoldás, miközben a derékhad olyan 1,2-1,3 milliárd körül mozgott az árajánlatok kapcsán. Tehát egy nagyon izgalmas, nagyon szép, de ilyen infarktus közeli állapotokat hozó történet, főleg az elmúlt fél év áremelkedéseit figyelembe véve. Még a következő 7 éves uniós ciklus
Ginópos forrásai, Ginópluszos forrásainál az örömteli, amit államtitkár úr elmondott, ez sokkal jobb helyzet, mint ahogy ez kinézett mondjuk fél évvel vagy egy évvel ezelőtt. Ezt nagyon szépen köszönöm a minisztériumnak, meg államtitkár úrnak, hiszen több alkalommal kerestem már ez ügyben, hogy itt valamit lépni kell. Korábban ugye, tehát azt is látni kell, hogy a Kino Plus-ban hiába van a területi operatív program turizmus fejlesztésében nagy pénz, de azért a nagyon nagy források a Kino Plus-ban vannak. Tehát, és azok a programok vannak, amik igazán nagyévű fejlesztéseket tudnak megvalósítani. Tehát egy turisztikai nagyhatalomnak ez a fajsúlyos fejlesztési forrás, és nem annyira a kisléptékű megyei operatív program keretei, amik nagyon fontosak, de a megyei operatív programok több százmilliós vagy milliárdos fejlesztési projekteket nem tudnak, azt gondolom, kezelni. Ráadásul most a Kino Plus-ban nagyságrendel több forrás van, mint az elmúlt 7 éves ciklusban. Ugye eredetileg úgy volt, hogy gyógyfürdőfejlesztés és kastélyvárprogram kerül be. Ugye nem mindegy, hogy gyógyfürdőt fejlesztünk, vagy gyógyhelyet fejlesztünk. Mert ugye az előző ciklusban mindent lehetett fejleszteni, ami nem gyógyfürdő. Most már viszont csak gyógyfürdőt fejlesztünk. Már Balatonfüredre mindenre képes, tehát holnapra akár egy gyógyfürdőt is megvalósítunk, amit föl kéne azonnal újítani. De azért ez nehéz feladat lenne valamennyiünk számára, én azt gondolom. Tehát Balatonfürednek igenis megvannak azok a turisztikai kiegészítő attrakciói, amiben mi gyógyhelyfejlesztés tekintetében tudunk lépni. És tudnánk lépni, és nagyon-nagyon szeretnénk lépni. Gondolok itt a pincegazdaságnak a területére, amely jó területe lehetne ennek, az akvapark területének, vagy az akvapark körüli infrastruktúra megvalósítása. Tehát nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy Balatonfüred kerüljön be, nevesítve ebbe a csomagba, és ne csak gyógyfürdő legyen, hanem gyógyhely legyen. Tehát ez a különbség. Ezzel kapcsolatban volt egy biztató dolog. Kastélyi várprogram tekintetében nem mindegy, hogy állami tulajdonban lévő ingatlanok tudnak bekerülni, vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok is be tudnak kerülni. Balatonfüred nyilván abban érdekelt, meg a Balatonpart, tehát a közvetlen Balatonpart is abban érdekelt, hogy önkormányzati tulajdonban lévő kastélyok, várak, villák tudjanak bekerülni ebbe a projektbe. Az örömteli, hogy harmadik lábként az aktív turizmus úgy tűnik, hogy bekerült, mert az aktív turizmus az egész országot átfogja, és ebben a Balatonnak szerintem óriási lehetőségei vannak, óriási lehetőségei lennek. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a következő 7 évnek a közvetlen Balatonpart is, hiszen a Balaton régió is nagy, tehát ahhoz a közvetlen Balatonparti települések száma 41 néhány, de a turizmus dandárját ők viszik, a Balaton régió meg 170 valamennyi településből áll. Tehát a közvetlen Balatonpart tekintetében, ha gyógyfürdőfelújítás marad, vagy állami tulajdonban lévő kastélyvárfelújítás marad, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés balatonparti település tud a Kino Plus tekintetében forrásokkal rendelkezni. De amit államtitkár úr elmondott, hogy gyógyfürdő, esetleg gyógyhely, nem csak állami tulajdon, hanem más is, ez már rendkívül pozitív irányú elmozdulást jelent, és én nagyon-nagyon optimista vagyok a jövőt illetően, mert nagyon, de nem tudok mást mondani, az elmúlt 7 év, mint a Balaton régió, mint a turizmus, mint Balatonfüred gazdasági tekintetében az állami fejlesztés politikai oldaláról egy nyertes pozíciót adott. Soha ennyi forrás nem érkezett sem a régióba, sem Balatonfüredre, mint az elmúlt években. És ezek számszakilag alátámasztottak. Hasonlóképpen optimista államtitkár úr a jövőt illetően tekintve a turizmust, és így zárszóként, hiszen letelt a beszélgetésre szánt időnk, vagy záró kérdésként még megfejelném azzal, hogy ugye Balatonfüred, hogyha mondjuk a partnerségi megállapodás tárgyalásáról van szó, egy jó muníciót tud adni mindenképpen a magyar gazdaságpolitikának, fejlesztéspolitikának, hiszen meg tudja mutatni, hogy jól hasznosulnak a források, tehát vállalkozás szerűen is tudnak visszatermelni a beruházások, a fejlesztések. Ilyen bizottsági, európai uniós elvárások vannak. Balatonfüredhez, a balatoni térséghez hasonlóan vannak-e
hasonlóan pozitív tapasztalataik és visszacsatolások, amelyek ugyancsak muníciót és erőt adnak ahhoz, hogy a turizmus valóban olyan erővel jelenhessen meg, ilyen forrása jelenhessen meg a GINOP pluszban, illetve a Széchenyi terv pluszban teljes egészében is. Én olyannyira pozitív vagyok, hogy nem csak Balatonfüred és a Balaton jövőjére tekintek nagyon pozitívan, hanem az egész országére. Tehát van a kormánynak a fő célkitűzése a fejlesztés politikában, hogy 2030-ra Európa 5 legélhetőbb országa között legyünk. Ez ambiciózusnak hangzik, de ha a relatív életszínvonalnak a fejlődését nézzük, kifejezetten a realitás körébe tartozik. És ha a közép-dunántúli régiót nézzük, akkor most nemrégiben egy-két hete néztem át a hosszabb távú gazdasági statisztikákat, és mondjuk 2010 előtt a közép-dunántúli régió életszínvonala az európai átlaghoz képest csökkent. Ez most megfordult, és kifejezetten dinamikusan fejlődik, nem csak egész... az országnak a legversenyképesebb része tulajdonképpen az észak-nyugat-magyarországi régió még mindig, a főváros nem említve, aki köszöni, jól van. De ezen belül is a balatoni régió, beleértve a somogyi részeket is, nagyon jól teljesítenek, és emellett ezt megőrizve kell továbbfejleszteni, és viszont párhuzamosan bevonnunk akár a tiszaparti régiókat, Észak-Magyarországot, mindazt a területet, ami alapvetően a hazai turisták, a belföldi turizmusnak a megerősítését szolgálja. Tehát itt kell nekünk egy nagyon óvatos egyensúlyt tartanunk. Viszont ez úgy látszik, hogy sikerül. Gyakorlatilag heti-kétheti szinten egyeztetünk az összes megyei vezetéssel, és ennek az a tapasztalata, hogy sikerült egy olyan fejlesztéspolitikai célrendszert kialakítani, mivel minden megye úgy néz ki, hogy elégedett lesz. Úgyhogy e tekintetben én abszolút pozitívan nézek a jövőbe, és ha azt nézzük, hogy mennyi forrás lesz elérhető az országnak, polgármester úr említette a mindannyiunkat megdöbbentő mértékben emelkedő mondjuk építőipari árakat. Azért tegyük azt hozzá, hogy Magyarország ugyanakkor a Európai Unió 4 olyan országa között van, aki már elérte, illetve meghaladta a pandémia előtti gazdasági teljesítményét. Tehát már majdnem 1%-kal fölötte voltunk augusztus elején annak a teljesítménynek, amikor indult a pandémia. Képesek voltunk az ország részleges leállítása mellett életben tartani az összes belső folyamatot, meg tudtuk őrizni ezeket a munkahelyeket. A munkanélküliségi rátánk már most szintén pandémia előtti szint közelében van, év végére ez alatt lesz. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mivel gazdálkodhatunk, akkor amellett, hogy az Európai Uniótól is több forrást kapunk, mint eddig, említhetném csak a helyreállítási alapot, amit minden realitás szerint az ősszel hozzá fogunk már férni teljes körűen. Ha ezt a hagyományos operatív programok mellé tesszük, és azt, hogy ennek több mint a másfélszeresét már ebben az évben is képesek vagyunk nemzeti forrásból ide tenni, akkor ha úgy tetszik, ha ügyesen folytatjuk tovább ezt a gazdaságpolitikát, akkor sor kerülhet a következő hét bő esztendőre is. Tehát én abban bízom, hogy ezt tudjuk folytatni, ehhez nekünk kellenek helyi szövetségesek. Nagyon-nagyon fontos az, hogy amikor egy várossal együttműködünk, akkor ott meg legyen egy bizalmi hangulat. Ez az ország nagyon nagy részén így van, és hogyha közösen tudunk tervezni, nagyon sok konzultációt próbálunk mi is folytatni értelemszerűen, de ez sose lehet olyan közvetlen, mint hogyha a helyi vezetéssel, a helyi polgármesterekkel, képviselőkkel tartanak kapcsolatot, akár a gazdasági, akár a társadalmi partnerek. Mi ezeket az inputokat megkapjuk, összerendezzük, és én hittel és teljes meggyőződéssel mondom azt, hogy sikerült összeraknunk a következő 7 évre is egy olyan gazdaságfejlesztési programot, aminek mindenki a részese tud lenni. A turizmusról beszéltünk ma a legtöbbet, de akár az egészségügyre, akár az oktatási szektorra, akár a további közút és vasút építésekre minden korábbinál nagyobb forrásokat leszünk képesek szánni. Tehát, hogyha tudunk ezen a vágányon, ha már ilyen vasúti hasonlatot tudok használni, maradni, akkor szerintem teljesen reális az, hogy Európa 5 nem csak legbüszkébb, de legélhetőbb országa közé is tartozzunk egy 9-10 év múlva. Államtitkár úr, nagyon szépen köszönöm a zárszót is, mert egyúttal én azt gondolom, hogy ezek a gondolatok zárszónak is megfeleltek ehhez a beszélgetéshez.
Polgármester úr, államtitkár úr, köszönöm szépen, hogy elmondták a gondolataikat és válaszoltak a kérdésekre. Én nagyon remélem, hogy a hallgatóságnál is néhány érdekes információ célba ért, és talán azt is elértük ezzel a beszélgetés, hogyha járnak, kelnek Balatonfüreden, és látnak egy-egy megújuló épületet, látják megújult a kikötő, és hallhatják polgármestert, hogy milyen komoly fejlesztések vannak. Jusson eszükbe, hogy mindez a magyar fejlesztéspolitikának köszönhető együttműködésben egy kiváló együttműködő önkormányzattal.